Apelszofer Ágnes polgármester osztotta meg velünk gondolatait a tolnaiak számára a különösen szívet melengető kiállításról. A város napjához kapcsolódva azért annyit elmondanék én is, mindig igyekszünk valamit Tolnáról, vagy Tolna múltjáról, vagy tolnai embereket bemutatni. Jelen pillanatban ez két alkotónak az alkotásait mutatjuk majd be, és remélem, hogy sokan meg fogják majd látogatni. Amiért ez fontos, mert én azt gondolom, hogy a jelenünket azt úgy tudjuk megérteni, pláne a jövőnket építeni, hogyha tisztában vagyunk a múlttal. És ez a kiállítás, vagy ez a két dolog, ami ma itt kiállításra kerül, ez ugye a mözsi viseleti, vagy a mözsi viselet babákon, és hajómaket kiállítás, ez talán egy kicsit olyan, hogy bele tudjuk képzelni magunkat abba a viseletbe, amikor nézzük ezeket a babákat, bele tudjuk képzelni, mintha akár rajtunk lenne, hiszen az őseinken, a nagymamáinkon, dédnagymamáinkon rajta volt ez a viselet. És ugye a hajós meg a hajózás a Tolnához nagyban kötődik. Talán a Duna után a második legfontosabb dolog a hajózás a tolnaiak életében. Tehát szinte minden családban van, szűkebb, bővebb családban van egy hajós, vagy aki hajós volt korábban. Az én nagyapám és az apukám is hajóztak egyébként, és amikor az ember végignézi ezeket a képeket, meg ezeket a maketteket, akkor egy kicsit úgy érzi, hogy a szüleivel, nagyszüleivel, őseivel egy kicsit ezeken a hajókon volt. Hiszen az az alkotó, aki ezeket megalkotta, és itt nem művészeti alkotásokról beszélek, hanem egy nagyon pontos tervről az alapján készült, az eredeti tervek alapján készült hajónak a makettjeiről, akkor egy kicsit úgy érezzük, hogy mi is visszarepülünk az időbe, és talán egy kicsit ezeken a hajókon, uszályokon szolgálunk mi magunk is. És én nagyon bízom abban, hogy mi is tudunk olyanokat teremteni, amiket majd néhány tíz vagy néhány száz év múlva kiállítanak majd, és nyilván akkor teljesen más lesz a világ, és sokkal digitálisabb, és sokkal mozgalmasabb. Én azt gondolom, hogy mindig kellenek azok a kapaszkodók, amiben ha visszanyúlunk a múltba, akkor kapaszkodni tudunk, és én nagyon bízom abban, hogy a jövőben mi is egy kapaszkodó pont leszünk. Én remélem, hogy ez egy remek alkalom arra, hogy egy kicsit tényleg Tolna és Mözs múltjából egy pici ízelítőt tudjanak az ide látogatók kapni. Úgyhogy én nagyon, nagyon örültem, hogy felkérést kaptam ennek a kiállításnak a megnyitójára, és nagyon köszönöm azoknak az alkotóknak és családtagjaiknak, akik ezt lehetővé tették. Ugye a bácsi Kis István, aki a hajómaketteket készítette, ő már nem él, ő 2008-ban meghalt, és a városnak adományozta ezeket a maketteket. A babák készítője, meg a visete készítője pedig él, ugyan nincs itt, mert már idős korára való tekintettel már nem tudott eljönni, de a lánya itt van. És ezek a babák egyébként egy állandó kiállítás részei Mözsön a civilházba, ezek állandóan megtekinthetők. Az alkotó Rül Gyuláné. Lánya beszélt édesanyja áldozatos munkájáról, és arról, milyen odaadással és körültekintéssel készítette el babáit. 94 éves az édesanyám, velem él, és egész életében mindig sokat kézi munkázott egy gyerekkorától kezdve, és mikor az óvodásokat fölöltöztettük, hát pontosan olyan 92-94 körül, akkor megcsinálta a Mözsi Zöldkert óvodának, ott voltam óvónő, megcsinálta a gyerekeknek, a kislányoknak ezt a viseletet, ezt az ünneplős mözsi viseletet, és onnantól kezdve volt egy tánccsoport, és azoknak a ruhájába is nagy részt hozzájárult, és amikor már ez mind abba maradt, akkor jöttek a babák. Azt mondja, hogy nagyon fontos az, hogy ez fennmaradjon az utókornak, hiszen viselni már a településen nem viseli senki, tehát nem hordják a mindennapokba egyáltalán, meg még az ünnepekre is csak az énekkar tagjai. És azt mondja, hogy ha ez megmarad a babákon, akkor legalább az utókor láthatja. És volt olyan szerencsénk, hogy önkormányzati támogatással a múzeum kapott egy kiegészítő helységet, ahol ezek a babák kiállítva vannak állandóan, és megtekinthetők. Tehát nagyon sok óvodai, iskolai csoport jön látogatóba, úgyhogy azt hiszem, a célját elérte.
Hát mindig nagyon boldoggá tette, hogyha egy babát föl tudott öltöztetni. Mindig gondolkodott rajta, hogy milyen legyen a következő, hogy legyen azért idősebb viselet, legyen gyerekviselet. Ja, hogy ilyet is szoktak hordani, amikor lakodalomba készültek. Tehát mindig azért ezen úgy gondolkodott, hogy hogyan legyen. Sőt, most már inkább azért nem szeretném, hogy csinálja, mert mikor belekezd egy babába, akkor annyira izgatja magát, hogy kész legyen, hogy meglegyen, hogy csináljam, hogy ez már a szívének egy kicsit sok. Körülbelül egy olyan 20-22 van a múzeumban kiállítva, abból is hoztam, és nekem otthon van talán még egy olyan 10-12 darab, és abból is van itt ízelítő, de itt azért be volt határolva a terület, ahol ki tudtuk állítani, ezért csak ennyi babát. De igyekeztem mindegyikből, mindegyik viseletfajtából hozni egyet vagy kettőt.